Köszöntjük! Ön a baon.hu podcastját hallgatja. Szemereiné Patoki Klaudia Kecskevétváros polgármestere a vendégünk, köszöntöm a stúdióban, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszöntöm a rádió hallgatóit! Sporttal kezdjük, hiszen az elmúlt héten is a hétvégén a kecskeméti labdarúgók mérkőzést játszottak, bajnoki mérkőzést, sajnos ismét pont nélkül távoztak, és az elmúlt időszakban sokat hallhattunk a kecskeméti labdarúgókról. Polgármester asszonynak mi a véleménye most a szereplésükről, és hogyan látja? Igen, hát ezt most érzékelem, hogy ez a városban egy mindennapi téma, hiszen arról beszéltünk, és annak örültünk, hogy ilyen sikereket ér el, és ennyire hirtelen hatalmas nagy ugrást ért el tulajdonképpen a foci csapatunk. Ugye én mindig is arra helyeztem a hangsúlyt, és mindig azt hangsúlyoztam, hogy az utánpótlás neveléssel foglalkoztunk az elmúlt időszakban, és az utánpótlás nevelésnek lett ez az eredménye, hogy egy hihetetlen jó csapat állt össze egy pár bajnoki szezonra, egy-két bajnoki szezonra, és ugye megcéloztuk az MB2-es irányt, amiből az lett, hogy hirtelen feljutottunk az első osztályba, és hát ugye föl kellett venni a versenyt az első osztályú csapatokkal, ami az első évben jól sikerült, én azt gondolom állt a sarat a klub. Most eljutottunk egy olyan ponthoz, ami Kecskeméthez méltó módon, ugye sem magasság, sem mélység nem rettent, van egy mély pont a csapat életében. De én azt gondolom, hogy látva a csapatoknak a felkészültségét, a klub vezetését, azt a hihetetlen szurkolói hangulatot és rajongói hangulatot, ami kialakult a városban, kell, hogy találjunk megoldást, és kell, hogy találjanak megoldást a szakemberek arra, hogy tud javulni ez a kialakult helyzet. Nem egyszerű, erős a verseny. Ugye hallom pletykákba azt is, hogy eladta a klubba játékosokat, azért ez sem így vegy tisztelt. Igaz, hiszen azért ezek a játékosok, akik a fényre kerültek, a sikereket megmutathatták, a saját tehetségüket, nyugati neves kluboktól kaptak megkereséseket. És hogyha megnézzük egy sportolónak az élettanát, rövid életét, ő nem tervezhet 60 éves koráig, és építheti a pályáját, hanem van egy jó pár sikeres éve, ami alatt elérheti azokat a sportszakmai eredményeket, amelyeket egy aktív játékos elérhet, és nyilván mérlegel, hogy most ezt megélje, és elfogadja azt a megkeresést, vagy nem. Hát ők úgy döntöttek, hogy elfogadják ezeket az ajánlatokat. Ez a kettőn áll a vásár mindig. Nem csak a klub adogatja el a játékosokat, hanem a játékos is kell hozzá, hogy meghozza a döntését. Mi annak örülünk, hogy olyan játékosokat hozhattunk a nemzetközi szintre, és gazdagíthattuk a magyar focistákat és a magyar focista legendáit, akik ezek szerint Nyugat-Európában is megállják a helyüket. Most pedig itt van a nagy feladat, újra tervezés, újra gondolkodás, újra értékelése a helyzetnek, és én bízom abban, hogy megtalálnak és megtalálja a klub vezetése, hogy hogyan tovább és hogyan tudunk tovább lépni, hiszen láthatjuk, a foci egy éltető erő, a foci egy komoly közösséget tud megmozdítani, egy igazi rajongói tábort, úgyhogy őrájuk is nagyon nagy szükség van. És vasárnap egy újabb megmérettetés, a Fradi érkezik majd Kecskemétre. Igen, hát ez egy különleges esemény, mert idáig a Fradival szemben azért nagyon jól szerepeltünk, igaz, más játékos állománnyal, de hát azért azt gondolom, hogy itt most mindenki azért fölkészül egy nagy megmérettetésre. Folytatjuk beszélgetésünket Kecskemétváros polgármesterével, Szemereiné Pataki Klaudiával. A következő percben a kultúrára fókuszálunk, és gazdag kulturális élete van Kecskemétnek. Itt van ugye a Híres Agóra, ami összefogja a város program kínálatát, és ráadásul a város ugye folyamatosan támogatja. Itt az elmúlt időszakban például a Híres Agóra ifjúsági otthon tükörterme is megújult. Szóval van miről beszélni, és a kultúrára is befektet a város. Igen, mert hogy ugye azért látható egy változás a Híres Agóra kínálatában, népszerűségében, szervezett fesztiváljaiban, programkínálatok között látunk egyfajta szintugrást és egy minőségi változást, legalábbis ilyenek a visszajelzések azért a résztvevők köréből, szerencsére jó pozitív visszajelzéseket kapunk, és hát ez a hónap is, a november hónapja is egy téma köré szerveződik az Agóra életében, családi programok, családokat érintő események,
események, beszélgetések, interakciós, nem csak egy típusú előadások, hanem interakciós előadások is megszervezésre kerülnek, és mindeközben ebben az évben azért arra is odafigyeltünk, hogy a Hírös Agorához tartozó különböző intézmények és fenntartott épületekben azért egy kisebb léptékű felújítási, karbantartási munkálatokra is tudjunk egy nagyobb összeget biztosítani. Ugye új agórát nem tudunk építeni, de azért ami van, és amit szeretünk, és amit használjuk, azokat szinten próbáljuk tartani. Így az ifjúsági otthon tükörtermében is történtek kisebb felújítási munkálatok. Most az agórának a nagy színház termében, ahol ugye 600 szék található, a székek állapotát hozzuk helyre, a színházterem kifestésre kerül, vagy például mondhatnám azt is, hogy a Rákóczi úton a régi úri kaszinónak hívott épület együttesünkben újra felújításra került a házasság kötőterem, ami átmenetileg így funkcionált, és most pedig kultkaszinóként szerveződnek ott kulturális műsorok. Látjuk azt is, hogy például a Hettényegyházi Közösségi Házban is nem civil szervezet működteti már régóta, hanem a művelődési ház, illetve az agórának a munkatársai most ott is életet leheltek, ott a művelődési ház, régi Hetényi művelődési háznak a falai közé, ott is egy kisebb felújítások történtek, tehát próbáltunk összegeket arra is csoportosítani, hogy nem csak színes programkínálat legyen elérhető áron, és vannak ugye nagyon sok ingyenes is közöttük, hanem maga a környezet is azért tartsa azt a színvonalat, ami elvárható. És hát készül az Agora téli fesztiválra is, ami ugyan csak egy nagy-nagy fesztivál esemény itt Kecskeméten. Igen, egy nagyon jó adottsága van városunknak, város főterével, és gyönyörű szép kivilágításával, a Városháza pompájában, a városi karácsonyfával és a jégpályával egy, azt gondolom, hogy az advent és az adventi készülődésben egy gyönyörű színfoltja lesz a főtér a kecskemétieknek. Továbbra is vendégünk Szemerényi Pataki Klaudia Kecskemét város polgármestere, és az utolsó blokkunkban pedig zöld felületek gondozása kerül fókuszba, illetve pontosabban erről beszélgetünk, mert az elmúlt időszakban is hallhattunk, hogy faápolási munkák zajlottak például a múlt héten itt Kecskemét belvárosában a Kiskörúton, és egyre több helyen látom, hogy zajlanak ezek a munkálatok. Beszélnünk kell itt a zöld felületi koncepcióról. Mi is ez pontosan? Igen, most elindítunk egy lakossági egyeztetési folyamat. Például már pénteken a Széchenyi Városi Közösségi Házban Széchenyi Városi képviselőink meghirdettek egy lakossági egyeztető, városrészi egyeztető fórumot, ahol beszeretnénk mutatni, hogy melyek a városhoz tartozó nagy összefüggő zöld felület állományok, és abban a következő években milyen fejlesztés, milyen megújítás, milyen fenntarthatósági ápolásra van szüksége, hiszen hogyha kinézünk egy magasabb épületről, most abban szerencsés helyzetben vagyunk, hogy itt a rádió 8. emeletén elég jó belátható a városnak a látképe, és hát azért nem kell panaszkodnunk, nagyon sok fa van a városban, szép, zöld, összefüggő területei vannak a városnak, és szerintem egyébként ez egyedülálló úgy országos szinten is, hogy egy alföldi városnak ilyen kiterjedt nagy zöld felületi állománya legyen, és hát erre mindig is odafigyelt a város vezetése, és most a jövőben is ez egy fő szempont az én munkámban is. Ezért is kértem, hogy ezt vegyük komolyan, ezt a zöld felületi fenntartási koncepciónak, fenntarthatósági koncepciónak, fejlesztési koncepciónak a egyeztetését is és a tervezését is. Széchenyi város miért kerül első körben? Hát a legnagyobb zöld felület a Széchenyi város mellett található, ami gondozott közpark, ugye a Szabadidőpark, a Benkó Zoltán Szabadidőpark, mögötte az arborétummal, és akkor ha még kintebb is nézünk, akkor Hetény mellett pedig ugye a Nyíri erdővel, ami megint csak egy ilyen egyedülálló, több száz hektáros, teljesen összefüggő zöld felületű állomány, ahol azért a fák bizonyos szempontból és a növény állománya és a funkcionalitását jól végig kell gondolni. Hiszen megváltoztak a lakosságnak is az igényei, látjuk azt, hogy most a megépült szabadidőparkban a megépült játszótér egy óriási intenzitásnak van, közkedvelt játszótérre vált egy város
városi közösségi parkká vált. Nagyon sokan mozognak, nagyon sokan keresik a zöld és a természetes kapcsolatot a szabadidőparkban, egy városias környezetben, de viszont itt azért a megváltozott klímaviszonyoknak és a funkcionalitásnak megfelelően kell ápolni, fejleszteni, gondozni az itteni növényeket, hiszen azért a természetes környezet és az ember általi funkciók nem mindig úgy találkoznak egymással. Itt gondolok például arra is, amikor egy-egy fanyesésről beszélünk, ami most zajlott a körúton, azok a fák egy különleges helyzetben vannak, hiszen betonozott, aszfaltozott felületen kell, hogy növekedjenek. Ez neki nem egy természetes állapot. Ennek ellenére azért meg kell találnunk azokat a fafajtákat és fatípusokat is, amelyek egy ilyen városias környezetben lehet azért mégis gondozni, ápolni és ültetni őket, hogy növekedjenek. Tehát nagyon sok és összetett tényező zajlik egy ilyen zöld felület gazdálkodásnál. Ezt szeretnénk itt a városrészi egyeztetéseken bemutatni, a terveket, elképzeléseket elmondani, egyfajta információ nyújtás is a lakosságnak, hogy melyek azok a ma klímatűrő fafajták, növények, amelyekben érdemes akár a saját kertünkben, előkertünkben is gondolkodni, hiszen ebben is óriási változás van. Akkor helytálló az a kijelentés, hogy legzöldebb város Kecskemét. Szerintem igen. Én azt gondolom, hogy ha valaki fölmegy a domb tetejére és körbenéz, akkor láthatja, hogy tényleg nem csak szlogeneket mondunk, hanem látható a városnak a természetes környezete. Polgármester asszony, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt. Várjuk vissza. Köszönöm szépen a meghívást.